Mehem. Na. Hello. Nem vállalok felelősséget semmiért. Sziasztok, ez srácok. Ez így működik. Nem tudjuk, mi van. Nyugodjatok meg, minden rendben van, és ennek semmi köze nincs a tegnapi gépépítésnek, ami most történt, vagyis részben van csak. Hát, én nem tudom, én nem is értem. Valami volt reggel az OBS-sel, az megoldódott, aztán végül csak a géprestart segített ezen a dolgon. Be van baszva megint. Ettől függetlenül a tegnapi gépépítős live sikeres volt, igen. Mert minden faszán működik, semmivel nincs semmi gond. Csak láttam, hogy valaki írta, hogy haha, nem volt sikeres a tegnapi live, izé gépépítés. Ezt mondta valaki. Jesus fucking Christ. Valamit mondanunk kell. Minden rendben van. Ez az élet jelszava. Igen. Mondanom kell valamit. Hozzá kell szóljuk. Egyébként tök jó, hogy visszatért újra az overexposure. Kicsit van kiégve a fejem. Mindegy, ezt mindjárt megpróbálom megoldani. De egyébként egyáltalán működik a stream, úgyhogy ez így jó. Aki kíváncsi rá, Kék Pisti, nem tudtuk még kipróbálni igazából, hogy mennyiben lett izgibb a dolog. Igen. Tehát, hogy mennyiben lett jobb a teljesítmény, stb. Ezt még így nem tudtuk megnézni, majd megnézzük. Az, az igazság, hogy egyébként én már abban sem vagyok biztos, hogy ki tudjuk ezt próbálni. Már mert jobb. Annyira szar az OBS. Igen. Tehát, hogy maga az OBS basszált minket sokszor. Igen, ez a furcsa egyébként, hogy nagyon-nagyon nehéz felmérni ilyenkor, hogy igazából a szoftver a rossz, vagy, a P, vagy, a, vagy, vagy, vagy maga a hardware. Most ja. Még nem tudom. Majd megpróbáljuk letesztelgetni. Nagyon röviden, srácok, üdvözlet egyébként mindenkinek, jó reggelt, stb. Tegnap hát a streamergéppel nem volt igazából komolyabb gond, viszont a gamergéppel volt. Ott volt egy bútolás. Ő nem akart bútolni, úgyhogy vele még játszottunk egy keveset, mire hajlandó volt. Nincs azt egyébként semmi gond, de egy ilyen... hát rámed egy ilyen 20 perc. Kb. 20 perc, fél óra, igen. Tehát egy videókártya ki, cémos... Clear, videokártya vissza. Aztán NVMe SSD ki. Ki, aztán vissza. De igen, de most már jó. Az a lényeg, most hogy jó. Szóval így ezzel nem lesz gond. Elméletileg zökkenőmentesen kellene majd a délutáni streamben streameljünk, de lehet, hogy szükség lesz némi... Elméletileg minden király lesz. Igen. Elméletileg minden király lesz. De még most délelőtt egyébként tesztelgetjük az új procit, ha az OBS is engedi. Igen. Ja. Úgyhogy nagyjából ez. Hála Istennek az a gép szarakodott a búttal, amelyiknek az alaplapján van kód. Hogy mi a kínja. Mert a streamer gépben lévő alaplapon nincsen ez a két számjegyes kijelző, úgyhogy ha az nem indult volna, akkor ötletlenül lett volna, mi a fasz csináljunk. Jó, egyébként még valami. És hagyjuk a tech részt mára. Tudom, ez az én bajom, ez az én hülyeségem. Ha boot problémára még egyszer azt olvasom valahol, hogy vedd ki az összes RAM-ot, és egy RAM-stickkel próbálj meg bútolni, felrobbanok, geci. Tehát komolyan mondom, szerintem segviszketésre is az a megoldás, hogy vedd ki a RAM-okat. Egyébként alapvetően igazad van, de nekem személyesebb volt olyan, hogy tényleg segíteni. Nyilván van olyan probléma, amit ezzel lehet megoldani, de valami miatt a tech fórumokon ez lett az univerzális megoldás, hogy ki kell venni a büdös kurva RAM-okat. Egyébként mindenre ezt írják. Nem kell kiverni a RAM-okat, jó? Nem kell. Az legyen az utolsó dolog, amikor a RAM-okat kiveszed. Gyakrabban baj a bad mount, az, hogy le kell venni a hűtőt, kiverni a procit, visszatenni és visszarakni, mint a RAM. Persze. De most ezt komolyan mondom. Úgyhogy, na, erről ennyit. Na, Jani, bazd meg! Na. Alig értem ide. Ez a kibaszott kurva forgalom Debrecen, most már a faszom tele van vele. Na. Tudom, hogy nagyon kevés embert érint, mármint relatív a chatből. Tudom, hogy vannak debreceniek, de nagy részt nem. De hogy a kurva életbe, Jani. Minden fel van bontva, mindenki fél a felbontástól, undorító. Jani, egyirányosítják Debrecen egy részét. Tudom, én azt tudod, tudom. Igen. Ezért megy az átalakítás. Ki van szélesítve az út? Nem folytatom. Te ezt tudtad, bazd meg. Na. Ott nézem, kostudsz ezt. Egyirány lesz. Most a Burgundia utca utáni kereszteződésnél, ott ugye van jobbkész felül egy busz megálló, hogy a Faragtár híd felé néz. Megy az építkezés. Azt nézem bal oldalra, és megy a busz megálló. Hát van geci. Hát ha egy irányú lesz, bazd meg. Akkor milyen faszomnak van a másik oldalon a busz megálló? Kiderült, tehát nem lesz elég sok
Debrecennek, hogy egyirányosítják a legnagyobb utcákat. A buszokra és a taxisokra nem vonatkozik. Most mi az, hogy jönnek szembe, vagy mi? Amit a szar. Lesz szélen egy buszsáv, és ami nem szem... lesz egy irányú, és abban közlekedhetnek a taxisok is. Genius! Igen! Mi a fasz? Ez Debrecen! Nem Mordor, baszki! Mi a lófasz? Menjetek már a picsába! Hát naponta 5 karambol lesz, amiatt, hogy egyirányú! Nemhogy még szembe is jönnek! Uramisten! A biciklisek halad esküszöm, repülni fognak! Vagy nem tudom, tehát így... Ha, tudom, hogy Budapesten van ilyen, de azt tudja, hogy olyan szintű karambolok lesznek, baszki, hogy kész. Tehát szerintem be kellett volna vezetni a következő léjert és a repülőautókat. Igen, itt a debreceni vezetési kultúra még nem tartott. Nem. Hogy ezt feldolgozza. Itt még a zöld lámpát is nehéz feldolgozni, nagyon sok embernek. Tudom egyébként, nice tudom, hogy Kolozsváron is van ilyen vágó. Sok, sok városban van ilyen egyébként itt Magyarországon is. Van már persze, működik, bevett csak szokás. Debrecen még nem volt. Nem volt, ez most új lesz, itt vége lesz mindenek. Mondom, srácok, zöld a lámpa és nem indul el senki. Tehát ezt felfogni fogni. Ja, de mondom, eleve az egyirányosítás is egy tök újdonság lett volna ugye itt a belvárosban azért, mert ugye ez van. Hogy itt a belső rendszerben ez így nem, tehát egy irányú egy utca, kétszű, mi a fasz? Tehát tudod, itt is egy ritka. Ja. Na most majd érdekes lesz. Nagyon kíváncsi leszek. Hát, Vivien, szerintem sem fog működni, de meglátjuk. Kíváncsi leszek, mennyi idő lesz. Ja, és természetesen ugye a munkálatok decemberben fognak befejeződni, mert ugye az ünnepek környékén nem nagy a forgalom. És az a baj, tudod mi a baj ezzel, hogy ez tudja, hogy csúszni fog. Tehát, hogy a két ünnep között is ölderik az utat. De Jani, nem fog csúszni. Akkor is. Most baszd meg komolyan. Tehát a karácsony időszak közepén így... Fár. Hát ez... Csak beszélnünk kell azokkal a helikopteresekkel, Jani. Ki van ezt találva? Beszéljünk velük. Nyomjuk. Szerintem. Na most komolyan, ez mennyire menő, kurva menő lenne, nem? Hát az az. Az. Vagy vásárolni fogok magánfelhasználásra. Tulajdonképpen egy... Misa? Helikoptert? Nem. Egy régi Toyota Hiace-t, vagy mi az Istennek hívják, és lefestjük mentőre. Ami egy kurva nagy geciség, de nincs jobb ötlete. Nagyon jó. Vagy szerzek valahonnan egy izét, egy olyan diplomata rendszámot. Azt a kéket. Na az viszont még menőbb. Felbaszom a kéket. Bussába mész, ennyi. Ha, bussába vagy középen. Középen? Középen megyek. A dominanciát mutatjuk. Na ennyi, úgyhogy a dominanciát azt gyakorlatilag muszáj képviselni. Középen, villogóval, diplomata rendszámmal, baszki a korzán. Korzán! A korzán! Szóljon be valaki, bazd meg! Mi van, nem elég menő? Dehogy nem! Ennyi. Ennyi, bazd meg! Mondjuk igen, Hefexnek igaza van, elég, ha taxira festem. Tudom, fog majd a busz mögött? Egyébként, ez teljesen jó. Részünk be, szállíts meg, köcsög, utasomban. Ma meg a mellé veszek egy ilyen 180-as plusz macit. 180? Ja, és beülteted. Beültetem, hogy... Ketyeg az óra. Az biztos. Farram, köszönjük szépen a 10 hónapot, haver. Nagyon szépen köszönjük, Dani, neked is köszi a feliratkozást. Panzereki, köszönjük szépen a csírt. Szabas és Jenny, ismét a Rocktober 19-e van, egy újabb strigula az évekhez. Silány életemet igyekszem mindig megszínesíteni több-kevesebb sikerrel. Amióta rátok találtam, ez a színesítés easy fokozatba lépett. Örülök, hogy vagytok, amit csináltok példamutató a közösség előtt. Emelem a kalapom, egyedi a Ninjan hadsereg. Utóirat, a Mizuni már megvan, Szegál már a konyhában, a torta készül, most Erikára vadászok. Erikára én is vadásznék, haver. Vagy Gubinővel. Hmm. Vagy Védert. Nice, ja. Védert az anyósra, de így. Tudod a karddal, és akkor így. Ja, 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 ja. Nagyon jó. Mindegy, szóval érdekes lesz, nem tudom, de... Na mindegy. Ez nem lesz így jó. Így van, Sominho. Így van. Benho, köszönjük szépen a feliratkozást! Igen, Wiglif, egyébként ez lesz az érdekes, igen, nagyon sok taxi lesz Debrecenben hirtelen. Micsoda? Megjött a Destiny 2 kórod? Ilyen ter fasza. Macris! Srácok, ez csak elméleti kérdés. Várjál, mert látom a számokat, úgyhogy csak így. Így fejben olvasom, hogy Mr. Chris, jaj. Hogy megmentselek a haláltól.
elméletileg le, ez a válaszom, akkor, hogyha olyan alkalmazást használsz, ami oda van rakva. Mr. Chris, köszönjük szépen. Nem tudom, egyébként keresünk debreceni ninjanokat, lesz állandó utas. Ja, ne kéne vezetni ezt is, tudod, hogy legyen egy olyan sáv a fast lane. Azt hiszem, hogy ilyen, egy ilyen ninjan rendszer lenne, hogy mindenki ingyen mehet mindenhova. Elviszük egymást. Egy ilyen mastermind irányít nyitva mindenkit, hogy hova menjen. Senki nem értene, mi történik. Mekkora lenne már, egy ilyen Ninjon Finder lenne, Ninjon Finder az a neve, Ninjon Car Finder, az igen, négy. Senki nem tudna semmit csinálni, mert nem cserél pénzt senki. Nagyon jó. Nagyon jó. Hanem minden ingyen van, ilyen ezért nem lehetne beleszólni. Olyan lenne, mint az Oscar, csak ennek Ninjon lenne a neve. Igen, és nem kerül pénzbe. És nem kerül pénzbe. Ott nagyon jó. Nem? És ráadásul mindig megjönne a közös téma is. VR, Ninjon. Ninjon. Ennyi. És ha valaki megpróbálja cheatelni a rendszert, és kiderül, van. Így van, így van. Tehát aki pénzt kérne, az fú, az általában. De nem az, hogy valaki megpróbál ingyen rájdolni, úgyhogy finge sincs, hogy milyen helyzet. Ja, jó, és lenne, tudod, három ilyen kérdés, például beszáll a kocsiba, hogy... Ja, ez a kód, igen. Hogy, így, hogy leteszteled, hogy mennyire nincs. Ilyen nagyon, nagyon durva ninja kérdéseket így betámadsz, mielőtt beszáll a kocsiba, és akkor úgy azonosítod. És akkor, na jó, akkor beszállsz, jó, gyere. Az gyere, biztos. Tegnap este milyen stream volt? Azt így rábaszod az ajtót egyből, hogy a kurva szállod. Ez nagyon jó. Jó, persze ez csak vicc, de amúgy érdekes. Érdekes, vagy nem? Vagy nem vicc? Hát ez easy. Easy? Titkos kopogás. Az biztos. Tudod hol a menetrend? Ja, Normi úr, igen. Hiperbola hajlító, köszi szépen a 7 hónapot. Baszki, tumör, ja. És backseatelne, bazd meg. Visszeresi, hát nem lenne jobb a külső sávon. Baszki, ez nagyon durva lenne. Van! Ne arra menj már, baszki! Röviden bút is van. És most pedig kidoblak a mozgó járműből. Igen, na mindegy. Nagyon jó. Mindegy, érdekes ötlet. De egyébként nem tudom, mennyi előnye lenne. Alapvetően a dolognak nyilván mindenkinek sok dolga van. Szóval nehéz lenne összehozni, de érdekes lenne. Ábrándozni csak lehet. Ennyi. Igen, egyébként Futika, a vezetős backseat az a legeslegrosszabb, és tehát gyakorlatilag amiatt hívják backseatnek a backseatet. Egyébként, ja. Ha esetleg valaki nem tudta. Tehát a backseatelés, mint fogalom, vagy mint kifejezés innen jön, hogy ugye a hátsó ülésről pofáznak, hogy kéne vezetni. Az amúgy nagyon szar. Innen a kifejezés, de vezetés közben tényleg a legrosszabb. Tehát ez valami fantasztikus. A kedvencem, amikor a mellette lévő nőnemi utas, aki természetesen most névtelen, és tényleg nem a barátnőmről beszélek, így normálisan közlekedsz, mész, és így látod azt, hogy ugye ez a kéztartás, így egyre közelebb ér a kesztyűtartóhoz, majd megtámaszkodik, újjak fent, majd megtámaszkodik a kesztyűtartón így, hogy húj, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyorsan mész. És tudod, ez a kapaszkodás így. Így, mert ugye nincs vinyomos. És így. Hú, hallod, nem kellene lassabban menni? Gyakorlatilag ugye, ahogy fogod a kormányt, így a hüvelykujjad így megmozdul egy picit így. Így oldalra nézel, az első gondolat az, hogy... Igen, vagy a sziszegés, így van. Az első gondolat az, hogy megkérdezd, hogy ezt most nekem mondtad? Vagy gondolkozol? De nyilván idáig nem jutsz el, hogy ezt így szavakba öntsd. Hát a második gondolat az, hogy megkérdezed, hogy most azt mondod nekem, hogy hogyan kellene vezetni? Ezt sem mondod ki hangosan igazából, mert ugye az emberben van némi tolerancia. Némi. Úgyhogy válsz. Mész tovább szótlanul. Majd elkezded, de így a szemed sarkából azt látod, hogy testtartás marad, hogy így ágaskodik, így jobb oldalról, így ágaskodik, és így próbálja gyakorlatilag leküzdeni a napfény, a műszerfal, üvegszög és a testtel által kitakart résen keresztül magát, hogy felfedezze, hogy mennyivel mész. Ja, igen. Mert szerinte 450-nel belvárosban.
Na most, mikor egyszerűen nem látja, és már gyakorlatilag a füledbe mászik bele, hogy felfedezze, hogy mennyivel mész, akkor így ránézel, akkor ő visszaijed, azt hiszi, hogy karamboloztatok, jön a sziszegés, meg az utat nézed, az a trigger, a végtelen trigger mondat, az utat nézed, miközben azért nézel rá, mert el nem tudod képzelni, hogy a halált csinál egyébként ott, és kijön belőled az utána őt betriggelelő végtelenség, hogy 50-es táblánál 38-szal megyünk, bazd meg, mi bajod van? És akkor tudod így mit sem sejtve, hogy mi lesz a válasz, így csak így rád küldi, hogy nem is annyi van mész. Hát ez kurva jó, igen. Gyakorlatilag ez azért nagyon rossz, mert ugye a székbe vagy kötözve. Tehát bennülsz a székben, és be vagy kötve. És a forgalom rabja vagy. A helyzetet nem tudod megélni. Tehát így gyakorlatilag ki kellene tépni a kormányt, és a mozgó járműből kiszállva meghemperegni az úton, és elszaladni. De ezt nem tudod megtenni. És ettől lesz olyan kurva ideges. És ez a baj a backseat-eléstől az autóba, hogy oda vagy kötve. Nem tudsz nagyon üvölteni, nem tudsz nagyon gesztikulálni, nem feltétlenül nők, Just Young P, ezt férfiak is csinálják. Ja. Nagyon durva. Na én így a backseat-elés legít, mert olyan fura. Anál is megtorló, köszönjük szépen a két hónapot. Horin! Az! Köszi szépen a feliratkozást! Ó, Missis! Amikor valaki nyomja a Phantom Fake-et az anyósülésen. Az is durva. Ja. La. Nyomja a lábával. De nem tudom, nem bírom az ilyet. Nem bírom az ilyet. És ez csak egy példa, van sok. Johnny Hero, sziasztok srácok, priv! Johnny Hero, bazzeg! Azt a kurva! Ez volt a best, haver. Ez volt tényleg a best. Hagyjuk is meg, hogy senki ne tudja, mit írt. Kibaszott jó. Nem tudom, gondolom nektek is volt egyébként. Az anyósról minden sokkal durvább, igen, szerintem is. Tehát valahogy nem tudom, a szélvédő úgy törik meg az anyósülésen, hogy ő gyakorlatilag már látja, hogy így megnyúlnak a csillagok, mielőtt ugye átlépi a fénysebességet a Millennium Falcon, te meg még ott ülsz, és nyomkorod a dudát a zöld lámpánál állva, hogy mi a fasz van, és miért nem megyünk. Nem tudom, hogy ez hogy van, de ez van. Dominál szeptim, amúgy ez meg a másik, hogy van olyan, aki meg lebasz, hogy úgy vezetsz, mint egy nagypapa. És akkor már végképp nem érted, hogy hogy a faszomban mondhatja azt az egyik ember, hogy úgy vezetsz, mint egy papa, a másik meg azt, hogy mint valami racing. Én nem tudom. De mindegy. Rendszerkecske, forsol az anyóson. Van, aki mellett én is, de arra van okom. NA2131, kösz szépen a két hónapot. Nem tudom. Dosz, közi szépen a támogatást. Sziasztok srácok, egy szemműtét miatt 3 napra elvesztettem a látásom, és titeket hallgatva sikerült átvészelem ezt a 3 napot, ezzel a kis összeggel szeretném támogatni a munkádokat. Kinek vagytok, csak így tovább. Ó, Dosz, remélem most már minden fasza. Egyébként, 3 napra? Az rengeteg. Én nem tudom, én ezt... Ez a látás elvesztés, nem tudom, nekem ilyen nagyon nagy parám. Az nagyon nagy parám. Nagyon nagy parám. Elképzelni nem tudom. Jobbulást. Jaja. Szóval, hogy szikintel akkor is fosol, amikor te vezetsz? Hát... Igen, ez szar. Az gond, igen. Lehet egyébként, hogy ez az oka, igen, hogy ugye az emberek kicsit kiszolgáltatott az anyósülésen. Jaja. De azért nem tudom, hogyha mit tudom én, olyan mellett ülsz, aki tudod, hogy tapasztalt sofőr, azért annyira nem para. Nem. Legalábbis szerintem. Micsoda? Hát, ja.
Pennywise, köszi szépen a 2 hónapot! Sziasztok Pisti, egyszerre mondtad, hogy kellene neked a no... Egyszerre mondtad, igen. Jó, hogy tudnád küldeni, nagyon szépen köszi, haver, megszerezzük, de állat vagy. Állat vagy, kösz szépen a 2 hónapot. Hungábor, kedvencem, amikor gyorsulsz, ezért jobban pörög a motor, hangosabb, és anyukád azt hiszi, hogy 300-zal mész, az 1-5 DC-vel, pedig csak 60-nál vagy, ez a legjobb. Ez a legjobb, ja, amikor a legjobb. Magasabb fordulatban mész. Igen, igen, és Jézus Istenem, mennyivel mész? Mennyivel mész? Mert egy kicsit tempósabban gyorsítasz fel 20-ról 40-re. Jó, nem kellene száguldozni. Igen, ezt én is tapasztalom. Ne az utat nézzed. Olvassál, vagy horgoljál. Olvassál, vagy horgoljál. Ja. Mindegy érdekes. Nagyon-nagyon gyorsan vetted be ezt a kanyart, nagyon tempóval, ez nem... Nem. Tempó. Majdnem kirepültem a székből. 30-szal. Hallod, a centrifugális erőtől szét volt kenődve az üveget, az agya. Olyan gék ilyenek. Na mindegy, érdekes. Hagyjuk ezt, mert ugye vannak nyilván túlzások, de a... Na mindegy, sok esetben van gond. Igen, jaj, Norbi, én is ezt mondom egyébként. Én sem szeretek alapvetően a gyorsülésen ülni. Micsoda? Prius kell venni, az kussal. Igen. Meg nem is megy. Szóval, hogy mármint, hogy megy, csak hogy nem úgy. Tehát azzal nem lehet. Tehát, ha valaki a Priusba lebasz, hogy gyorsan mész, az azért meglepő. De amúgy annak is van hangja. Ilyen, ennyi erővel akkor inkább egy elektromos autót kell venni, annak aztán tényleg nincs hangja. Ilyen 20-30-40, tehát ez a városi pöcs, ott még nincs, nem? Ez közel van. Csináld még egyszer! Lemegyek, bazd meg! A városi pöcsölés közben? Igen, ott nincs ott hangja. Nem, ott nem sok hangja van, az tény. De nincs, tényleg nincs. Tényleg nincs. De várjál, mikortól kapcsol abba a benzinmotor? 50-nél? Aha. És a folyton 40-nel mész? Hát gondolom, hogy idő után. Egy idő után bekapcsol, persze. Na mindegy, igen, 50-nél kapcsol a motor be legkésőbb. Akkor egy nyílt szárra vissza elmehetsz jogot kusba a staff mode. Csak így suhansz. Ja. Micsoda? Nem tudom, egyébként... Valaki megfújta. Sokan azt mondják, hogy hátulülni rosszabb, mint az anyósan. Szerintem nem. Ha hátulülök, akkor teljesen úgymond figyelmen kívül hagyom azt, hogy most mi történik elő, és akkor nem figyelem az utat. Én legalábbis. Ja, amúgy az más. Ugye elpöcsölsz, vagy mit tudom én. De így nem. Kemszi, köszönjük a 7 hónapot, sziasztok! Ó, köszönjük szépen, Kemszi! Mondjuk most így ide írhattad volna. Ja nem, mert ezt látják. Igen. Jelenleg donétben fogadunk olyat, amit olyan formában akarsz, hogy kisorsoljunk, vagy van, aki simán bedobja a csetbe. Ezt egyébként, srácok, már egyszer letisztáztuk, hogyha játékkódot ajánlatok föl, amit szeretnétek, hogy kisorsoljunk, így tudjátok itt a kis rendszeren belül. Egyelőre azért egy ilyen 1 dolláros donét formájában fogadjuk el azokat a kódokat, mert úgy vissza tudjuk keresni az embert, ha esetleg ebasz lenne. Igen. És mert azt nem látják mások. És úgy tudjuk visszakeresni az embert, hogy az teljes nevét tudjuk. Igen, mert ugye a legtöbb esetben még a címét is. Így van. Ezért csináljuk ezt. Még nem találtunk ki más megoldást rá, de muszáj visszakereshető legyen. Hogyha valaki át akar baszni valakit, akkor nem fog menni. Igen, az múl, vagy hátul híróz azok, igen. Az a legjobb. Így nyomja az ütvefúrót. Hogy dörzsöli? Én lehetett érez a végén, hogy dörzsöli neki. Úgy volt. Emlékszel, tegnap azt mondtad, hogy fel akarod fúrni a Twin Peaks-es plakátot? Most felfúrni? Ha vége a Happy Hour-nek, fúrni fogunk. De jó. Fúrni fogunk. Szét fog. De legalább 4 helyet megnézünk, hogy hol néz ki jobban. Jó. Okay? Jó. Addig fog. Ha valaki feljön, öcsém, azt is kifúrom. A kurva életbe! Na mindegy. Ugye milyen durván hallani, Sultan the King? És képzeld, akkor mi milyen durván halljuk, hogy rohadjon meg reggelre?
értitek, szóval, hogy na, mondjuk végül is jogos, hogy ilyenkor fúr, mert elvileg normál esetben az emberek dolgoznak. Egyébként tényleg teljesen jogos, de tényleg, ez most az. Igen. Csak az a baj, hogy valamikor vasárnap délelőtt is így fúrnak, Pisti. Akkor nem dolgoznak az emberek. Jó, hát akkor nem dolgoznak az emberek. Arra az a válasz, hogy hát most érek rá. Most érek rá? Hát igen, mindig megvan a kifogás. Igen, de gyakorlatilag amíg egy fél téglával halára zúzod a térdét, hogy egy életre megsántuljon, közben te is tudod mondani, hogy te is most érsz rá. Így erre a tevékenységre konkrétan. Az biztos. Szóval érted, végül is lehet vitatkozni, hogy mikor ér fúrni, vagy mikor nem. Ja. Egy hílt is videót megnéznétek, sőt, hanem bazi, teszteljem egy fúrót, Jani. Amúgy komolyan. De valami nagyon baszót. Valami giga makitát, vagy valami ilyet. De hol? Hol? Amelyik oda szív a falhoz. De az a baj, hogy itt olyan falak vannak, baszki, de valamiben belefúrsz, kiomlik az egész, így puh. Legjobb. Ott kellett ezt tenni a baszót. Bontjuk is, tehát a bontjuk. Ott kellett ezt tenni. Fúrom a bontunk falat. De valami ilyen megbaszó, érted? Olyat, olyat, amíg rajzol a falban. Érted? Olyat, egy ilyen iszonyat, beleírom nevem. Beleírom nevem. Befúrom. Az ütve fúróval, bazzeg. De komoly, mint a szar. Olyan kell, érted? Titánium fejes. Vagy gyémán. Gyémán. Leszarom. Gyémán fejes fúró az. Na mindegy. Biztos, hogy van olyan, ami tudja. Tuti, hogy van. Biztos van. Tuti, hogy van. De addig olyan fejed beleérted, hogy... Biztos, hogy van amúgy. Fefó, még nem. Még nem. Még nem kaptunk a Wolfensteinhez semmilyen early access kódot, de remélem kapunk majd. Az a baj, az okos fúró meg az ilyen vonzatai abszolút nem. Igen, okos volt frame drop, igen. Okos fúró, ja? Volt frame drop, Mr. Gabber. Egy olyan 938 frame. Na, no, mégis nem tudom miért. Miért volt az most? Nem tudom. Lehet, hogy megint a OBS. Elő szokott fordulni néha. Ez most az OBS. Megint. Annyi frame drop volt. De igazából úgy van, hogy ha gebasz van, akkor eldroppoljuk úgy, hogy folyamatosan. Igen, most nincs gond. Martin Howard, ez mi a tök? Óvatosan nyisd meg, Pisti, óvatosan nyisd meg, mert lehet, hogy valami iszonyat durva vírus. Na ez fúró, bazd meg! Ez rajzol a falba, a kurva anyját. Az rajzol. Az az fúró. Inkább véssem a falat. Nem tudom, az ilyen melókban amúgy nem vagyok túl tapasztalt. De azoknak is megvan a szépsége. Nem tudom, ki van otthon beled, mint szerszámokból, mármint ilyenekre gondolok, hogy mondjuk flex, igen, vagy csak egy sima sarokcsiszoló, vagy egy ütvefúró, vagy egy sima fúró, tök mindegy. Ebből is megvannak azok az elit márkák, hogy és az a prémium kategória, ami olyan szintű, hogy a kipróbálod, te beszarsz, hogy ilyen van. Ja, és egyébként ezek annyira le tud nyűgözni, és ebből a szempontból érnek el is. De komolyan... Teszteljünk ilyeneket, Pisti, tetszik nekem az ötlet. De komolyan, tehát az ilyen szerszámokból egy jó is... rotációs kapát, azt tesztelnénk, azokból is de van. De abból is van olyan baszó, hogy így ha, kipróbálod, és tudod, így visszaemlékszel életednek arra, mit tudom, hogy 10-15 alkalmán, amikor fúrni kellett, és így... Hogy ilyen kéne legyen egy fúró, aha! Biztos, hogy van. Hát ez így érthető! És egyébként van, és az a durva, hogy van. Hogy ne lenne? Van. És, na mindegy... Ő is most próbálja ki. Hú, na ezzel a lyukkal megszenvedett. Én hallottam. Hallottam, hogy ott volt egy kis plusz. Ez az nyomt! Érzed? Már szenved! Ez az, megvan. Na szóval az a lényeg, hogy ez nagyon jó. Azt nem tudom, gondolkozom. Na ilyen sem volt még! Igen? Hogy lehet, hogy ennyi lyukat fúr valaki. Ja igen, ez a legjobb, amikor ugye kell, annyira idegbajos vagy, mikor próbálsz belegondolni, hogy mi a fasz csinál? Mihez kell ennyi lyuk? Nem tudom. Ilyenkor nekem azt szokott eszembe jutni, hogy szerintem 1993 óta megőrizte az összes
Debreceni közlekedési vállalat és Hajdú-Volán buszbérletét. Igen. És most azokat felrakja a falra. Egyenként, geci. Egyenként. Egyszer, nem. Fali szekrény sor, az kitalálta lehet. Valamilyen retro, ilyen kibaszott hipster köcsök bútorbódba látta, hogy valaki kirakta a falát bérletekkel, és annyira művész volt, hogy most egyenként felfúrja az összeset, bazd meg, nagy csavarra. Óra. Az órának hol kell áramjuk, srácok, vagy négy? Ez már, tudom, ilyenkor ez már az tudom, ötödik volt. Ilyenkor nem tudom, hogy mit tudom, én telefúrta bazd meg a falat, sörös kupakokkal, mert látta egy tévében, hogy ez jól néz ki. Ja. Lehet. Nem tudom, de vagy, ilyenkor... vagy, az is lehet, hogy bővít a lyukakat. Érted? Hát, hogy nem rossz volt a fejúba, az nem megy be a tipli. Vagyis a dübbel, vagy tip, nem, tipli. Én nem tudom. Nem tudom, ilyenkor mit tudnak csinálni. És tudod, így van, amikor számolod, és így a 19-edjére kezdi el húzni, és így... Ha. Valamikor olyan sokszor, igen. Mi az anyja van? Tehát ugye... Biztos van olyan dolog, amihez annyi lyuk kell. Én nekem itt ebben a lakásban egy olyan dolog sincs, amihez kettő, négynél több. Ne legyél ennyire megértő! Nincs olyan dolog, amihez 19 lyuk kell. Nincs. 19 plakáthoz annyi kell. Hát lehet, hogy sok képet rak fel a falra, fali festmény. Lehet, hogy egy valaki kiállítást csinál. Kiállítást? Kép kiállít ki, ha? Nem tudom, baszik. Mi a faszom? Tehát gyakorlatilag kezdnek azon gondolkodni, hogy gyakorlatilag az épületnek a statikai biztonsága veszélyben van. Érted? Annyi lyukat fogja, össze fog dőlni. Lehet. Na mindegy. Perforálja az ember, igen. Igen, amúgy Dézsénet befosnék, hogyha kiderülne, hogy egy házi barkács YouTube videós lakik a házba, és akkor most teszteli a legújabb fúrót. Mekkora lenne? És valójában nem a farat fújja, hanem így be van pakolva, tudod, ilyen kurva nagy betontömbök, és azokon tesztel. Pocagos, köszönjük szépen a 11 hónapot! Schwitzkinder, vagy Schwitzkinder... Köszönjük szépen a fél év feliratkozást! Így jól kezdődik az öletésnap utáni reggel, végre szabadság, hogyha nézzenek is titeket, jók vagytok, csak így tovább. Köszönjük szépen, Isten éltesen, délután South Park, fuck yeah! Marvin and Co. Köszi szépen a feliratkozást. Marosára, én ezek megnéznék minden szobát a lakásban, mert lehet, hogy Endre már fúrja át magát a már nem használt cuccokért. Jesus Christ. Lehet egyébként. Köszi szépen. Cooking. Jani, milyen szomszédemnek nem tudják, hogy live van? Na ez az, ezt fogom megkérdezni. Nem tudom. Vannak itt most új lakók, lehet, hogy az a gond. Nem, ilyenkor kell átmenni a feltekert újsággal. Nem tudtad, bazd meg, hogy látszik, a kurva kibaszott élet. Na mindegy, tudod, az a minden egyes csapással nyomatékosítasz. Az újságpapír azért, mert nem fáj a nagyon, de azért jelzésértékű. De azért megcsíp. Jelzésértékű. Azért, Pisti, a tickert benyomod? Be, megint droppoljuk a frémet, mint a szar, de az internet igen. Miatt tö. Az internet miatt. Én ebben nem vagyok biztos, én már abban sem vagyok biztos, az internet miatt. Sőt, tudja, hogy nem amiatt. De az internet miatt. Ilyenkor a szerverváltás mindig megoldja ezt a problémát. De úgy van, hogy leesik a bitrate, érted? De visszajön. De ezt mindig megoldja a szerverváltás. Igen, de mostanában ez a szerverváltós paránál leesik a bitrate, úgy is marad. Mondjuk ez igaz. Nem jön így vissza. Na mindegy, érdekes. Hiszem, szóval a tickert kell benyomni. Abban a pillanatban benyomom. Muxi Ticker. Megfúrtalanított a rohadt geci. Frici, köszönjük a baszó csírt! Mikor lesz olyan videó, ami nincs? Hát tegnap volt, bazd meg a robotos. Ja, tényleg a tegnapi robotos videó, na az epic volt. Szerintem. Én megnéztem egyébként. Kurva vicces. Befostam. Ja. Na, mint érted, tudtam mi van benne, de így a vágás jól sikerült, Jani. Na, szerintem is kurva jó volt. De nagyon. Érdekes az a robot, srácok. Érdekes. Szerintem rendkívül vicces tech videó lett. Az, egy tényleg jó vicces videó volt. Ez a videó gyakorlatilag, hát ez a bizonyíték arra, hogy igenis ők fognak nyerni. Meghalunk. Mint. Hogy konfúzod már, bassza meg? Öcsém, így elkezdte nyomni a lehető. De rendes Bruce Lee-ba, igen, a kis tripper volt a baszki. Nagyon durva volt. Á, beszarás. Mr. Lincoln 200k. Bazd, megjátsszuk ezt. Ezt figyel. Ennyi. Nem tudom, most ez valami ilyen game. Én nem, bazd, de komolyan, ez egyszerűen, amúgy ezen akadtam ki a legjobban. Ez az. Toljad neki.
Figyelj, várjál, folytatja, figyelj. Nem? Nem. Azon akadtam ki, hogy rögtön beírta valaki, hogy mikor? Jó, csak 200 kell. A videó alá. Jó, csak 200 kell. Istenem, bazd meg. Istenem. Mi tesztre kaptuk, egyébként már vissza is küldtük. Igen. A robotot. Ez nem maradt már, itt. Már nincs itt. Sajnos nincs itt, pedig olyan jó volt, amíg itt volt. Nyilvánvalóan, ugye el is mondtam az elején a videónak, hogy nem tudom, mit mondjak. Igazából tehát ezek a videók nem arról szólnak, hogy meg akarják győzni az embereket arról, hogy 200.000 forintért vegyenek egy ilyen robotot, hanem arról szól, hogy a legtöbb ember nem adna 200.000 forintot, hogy megnézze, mit tud egy ilyen robot. Mi se? És de mivel kaptunk egyet tesztre, ezért megnéztük, mert kíváncsiak voltunk. Ennyi. Ennyi az egész. Úgyhogy, ja. Ennyi volt a lényege, hogy mi se adnánk 200-kát, azért megnézzük, mit tud egy ilyen, úgyhogy megnéztük. Ti is láttátok. Aztán visszaküldtük. Ennyi az egész. A forgalmazó megkérdezte, hogy van-e kedvünk megnézni, és megnéztük. Egyébként tényleg ennyi is nem is volt több. És egyébként, mint kiderült, több ilyen robot van már ilyen iskolákban. Ez az UPTEC. Igen, mert ugye a programozásra tanítja meg a gondolkodásmódra az embereket, úgyhogy inkább, inkább arra használják. Igen, így van. Igen, sokan félreértik a tech csatorna lényegét, szerintem is egyébként. Teljesen félreértik. Általában, mert ugye nagyon sok esetben jön a kérdés a tech csatornával kapcsolatban, hogy miért mindig ilyen drága dolgokat tesztelünk, miért nem tesztelünk olcsóbb dolgokat. Néha előfordul. Pontosan azért, mert ezek azok az eszközök, amiket nem tudtok megnézni. Ezért csináltuk az egészet. Így van, a boltok nem tartják a polcon, mert ugye túl drága, ott rohad meg, ahol van, mert nem veszi meg senki, stb. És ezért nézzük meg őket, mert ezeket nem tudtok elmenni egy bármilyen elektronikai szaküzletbe megnézni, hogy milyen egy ilyen. Igen. Ezért mi megnézzük, és így meg tudjátok ti is nézni, és látjátok, hogy milyen, illetve aki meg akarja venni, mielőtt a neten megrendeli, legalább lát belőle valamit. Mert amúgy nincs hol megnézze. Így van is, ráadásul amúgy, de rájöttem, én már ezzel nem tudok foglalkozni egyébként, mert rájöttem, hogy ugye mindenki arra kíváncsi, hogy a saját telefonjáról mi a vélemény, meg a saját laptopjáról, meg bármilyennek. Tehát ami már megvan. Igen, ez furcsa egyébként tech videóban, hogy írják, hogy nekem van egy Huawei Mate, faszom tudja, 8-am. Igen. Vettem egy Huawei Mate 8-at, nem csinálok egy videót? Én ezek... Ez ott van nálad, bazd meg, mi a fasz, most mutassuk meg! Erről már egyszer beszéltünk, emlékszem, de nem. Na, hogy ezt nem értem. Tehát mikor már valaki megvette, akkor mi a faszért kíváncsi csinál? Na mindig. Nem tudom. De ez a lényeg. Tehát, hogyha valaki nem érti a tech csatornát, vagy mi, akkor így nagyjából remélem most így tisztázódott a dolog. Igen. Hogy mi a lényege. Ez a koncept. A tech csatornának ez a konceptje, ezért van az, hogy ilyen dolgokat tesztelünk ott, vagy nem tudom. Megerősítést szeretne, hogy nem szart vett. Hát de erre ne egy olyan médiumot használjunk, amit nem egy ember néz. Ja. Tehát ez érted? Olyan fura. Dr. Professzor, reggel itt lehetne vártani nektek egy kis on-air lámpát a lépcsőházba felrakni. Gondolj vele, az összes lakó tudná, hogy mi van. Vagy a lakásban így bekábelezéskor tesztelhetnétek a fúrókat. Jogos! Köszi szépen! Kiha! Utcákra csak milliárdos bloggereknek. Egyirányú utcákra csak milliárdos bloggereknek. Ez mi ez a kép? Ez várjál. Jesus. Bukodj. Mi az Isten? Kiha? Ennyi. Beszarok. Köszi. Micsoda? Egyébként ezért is mondtuk azt, hogy igen, ez a célja a tech csatornának, mint olyan, mert beszéltünk a valamelyik happy hour-ben egy heten nagyjából, vagy nem is annyira régen arról, hogy milyen nehéz helyzetben vannak a vásárlók. Most csak kicsiket nyom. Figyelj! Na most oda bassza. Most bemegy dövig. Ott volt.
Lehet amúgy cooking, igen, hogy tényleg azért droppolunk, mert ez a buzi fúr. Ez életet fúrása, bazd meg. For real? Mi a faszomat lehet ennyit fúrni, bazd meg? Hát átfúrja a falat. De ez már hanyadik lyuk, bazd meg? Én nem tudom. Mi az anyádat? Felfúrod a hűtőt a plafonra? Vagy mi a kurva életekkel ilyen, bazd meg? Jézusom. Na mindegy. Ne haragudjatok, srácok, nem tudunk ellene tenni. Kirakadtak összében a 2 hónapot. Szóval, a Tech-Chatornára visszatérve, ugye rettentő nehéz helyzetben van egy csomó vásárló. Ott van például, meg akarsz venni egy nagyon baszó gamer monitort. Most fog majd tesztelni a 34 szolos, hajlított, 21.9-es, 120 Hz-es, beszarsz mindenféle monitort. Egy ilyen monitor 400.000 forint. És te meg akarod venni. Mert van rá pénzed, és meg akarod venni. És nem tudod megnézni. Ja. Sehol. Nincs egy hely, ahova el tudsz menni, megnézni, hogy milyen képet ad. Pedig ez a lényege. Ergo, a jelenlegi piaci modell elvárja tőled, hogy te olyan kibaszod drágán, megvegyél valamit, amit még csak nem is láttál. Mert a boltok nem tartják, és csak online rendelhető, és van, ahol csak rendelésre, mert ugye senki nem tartja, és elvárják tőled, bazd meg azt, hogy te úgy vedd azt meg, hogy soha nem láttad. Jaja. És most mondjátok, hogy nem. És hol a picsába olvasod el? Vagy mit itt, hol, ott, hol, minden... Unquistor! Hát ha 400k, akkor biztos jó? Nem! Nem biztos, hogy jó. Azért, mert lehet, hogy 400k-ért van olyan, ami jobb. Ja, és, hogy és ha már 400k-t költesz, akkor ne bassza már meg a kurva élet, hogy lett volna jobb. Ennyiért. Azért ezt csak nem 2 hétre vásárolod, hogy majd lecserélem. Erre van a 14 napos visszafizetés az online vásárlásnál. Na jó, de ez mekkora gebasz? Ja, az gáz. Én azt utálom. Na mindegy, úgyhogy nyilván mindent nem tudunk lefedni, de azért szoktuk ezeket a baszó prémium cuccokat tesztelni általában, mert ezeknél fordul elő az, hogy az emberek nem tudják kipróbálni. Így van. Nem tudom, az esküszönnél megkérdezem, hogy mit fúr. 100-valahány happy hour alatt még egyszer se fordult ez elő. A nagy szar, lemegyek, én is viszem a fúróval, segítek neki. Menjük ott fúrba, azzeg. Remélem délután is így fog fúrni. Á, akkor lemegyek. Akkor lemegyek. Bazd meg ezt a faszt. Hol is tartottunk? Vár csak. Pluskat! Sziasztok, egy érdekes téma. Hallottatok arról, hogy Finnország 2020-ra eltörli az összes tantárgyat az iskoláiból? Sú, bazd meg. És akkor mi a faszomat csinálnak? Interdisziplináris formában fognak tanulni. Mert ezt hogy érteti? Biciklizés közben fognak SMS-t írni? Ja nem, például a II. Világháború után történelem a földrajz és a matematika szemszögéből is vizsgálni fogják. Ha. Érdekes. Ja. 16 éves kortól vezetik be. Ez egy érdekes cikk, haver. Ez egy érdekes cikk nagyon. Érdekes. Furcsa. Furcsa. Közi pluskat. Közi. Májsz, voltam már úgy, hogy mondom, lemegyek, veszek egy családi fúrószár csomagot, meg egy 20 centi vastag falapot, és szét fogom furkálni a szomszéd falán, hogy érezze a törődést. Jó ötlet, Májsz, kösz szépen a csírt. Sütke, kösz szépen a 10 hónapot, egy hónapos a baba, amúgy a fúrós problémára. Szembe kell fúrni az ellenséggel, puskaport a lyukba, aztán megvan oldva. Egerben régen ez volt a módi. Azt a kurva élet. Az úgy baszó lehetett, az gyullad, bazeg. Szép sütke. Kurahioko! Kösz szépen a feliratkozást. Mr. X, kösz szépen a csírt, ennyi ember nem hallgatott élőbe fúrást. Hát esélyes egyébként. Baszó. Cooking, basszus, menjetek már át, menjetek már neki, hogy épp 1800 ember hallgatja live-ban, hogy ő fúr. Kíváncsi ennék az arcára.
tudod, leszarná, és úgy elküldene a faszba, hogy még lehet meg is ütne. Ilyenek az emberek. Hát itt keleten. Chris 1983, 10.07. Azért figyeljetek, hogy valahol kikandikáljon a furófej. Hajrá, srácok, köszönjük a sok tartalmat. Köszönjük szépen, Chris, hogy itt vagy. Ja, valaki felfúr. Mit? Így felfúr alulról valaki, hát mennyire durva lenne. Az durva lenne, akkor biztos belehugyoznék a lyukba. Rász, köszönjük szépen a felajánlást. Úristen, de epic, bazd meg. Nagyon köszi. Köszi. Nagyon köszi a kódot. Ez epic. Ez epic. Ez epic lesz. Microaggression. Igen, Zsitke. Basszus, a múltkor nem sorsoltuk ki a Shadow of War-t. Most jut eszembe. Fel lesz még rá alkalom, pénteken ki tudjuk. Jó, akkor pénteken kisorsoljuk. Valószínűleg tartom. Jó. Jani, de van kedved a stream után gépet építeni? Ma, most? Nem tudunk, az a baj. Nem, mi van? Nem töltöttem fel a GH4-et. Na és? Megy hálózatról. Amúgy megy. De mondjuk így nem. A faszomat most már! Így nem fogunk tudni. Mint a sejmes simogatás, mikor fújja az arcodat a szél. Best. Ja, Predrog. Rizsikász Hun, hello, nem tudom, hogy a héten láttatok-e a Ninja Warrior-t a tévében, nem láttam. Egy debreceni informatikus gamer srác nyerte meg, leverte az izomkolaszos birkózókat, hatalmas respekt neki. Komolyan? Az láttam, hogy lesz a Ninja Warrior, annyi az Isten. Azt a kurva. Nem is tudtam. Na. Zsír. Ja, rendszerkecske, jó lesz a csak a hanganyagot visszahallgatni ebben a happy hour-ben. Hogyne. Remek lesz, egyszerűen remek. YouTube-on fent van? Na, a zsírcsitke. Állat. Egyre hangosabb a fúrás egyébként, nem csak neked tűnik úgy. Ő Ninja Warrior. Remélem, néz minket. Az úgy még menőbb. Ugye tényleg Ninja Warrior. Igen, Kori Csabit, ez több minden múlik ezen. Halad a falakon át. Egyébként igen, lehet, hogy így tudod, így halad. Halad egyik falból a másikba. Fúrjatok vissza, vissza fog fúrni azonnal. Kezdem a pillanatban. Szóval mi van a GH4-gyel? Nincs feltöltve, de csak ennyi. De mondom, hogy megy a hálózatról. Egy, hát megoldjuk, hogyha még fúr, nem fúr az a srác, vagy valaki. Ja, ugye fúrás miatt nem tudjuk csinálni. Igen. Ott megállunk, az videó, meg lehet vágni, bazd meg. Ez igaz. Nem hiszem, hogy lemaradsz. Basszik, az volt. Igen, na mindegy. Mert lesz a tech videón, te lesz a tech videón, a tech csatornán lesz egy gépépítés, egy ilyen vágott jellegű, és tök jól nem megcsinálni. Megcsináljuk. De nincs kedved, látom, hogy nincs kedved. Megcsináljuk. Látom, hogy nincs kedved, Jani. Nyomjuk. Ez katasztrofális. Bozasztó. Bozasztó. Megint Shadow of Warozni akarsz, mi? Egész délelőtt. Nem. Ez nem állapot, Jani. Így nem lesz, így nem haladunk. Tesztelni akarom az új rendszert. Melyik? Ezt az új rendszert? És mit akarsz streamelni? Shadow of War-t. A mai fúrást a Twitch támogatta. Így van. Na mindegy, tök jó lesz ez a build, majd meglátjátok. Már tegnap megjött hozzá minden, úgyhogy azért vagyok ilyen izgatott. Meg. De amúgy a rendszert is tesztelhetjük. Nekem mindegy. Mindkettő izgalmas. Sőt, amúgy szerintem mindkettőre van idő. Egyébként igen. Azért mondom. Igen. Srácok, már egyébként kettőtől lesz South Park, és utána hát... Nem tudom, mikor fog a, ugye a Before the Storm. 6-kor nyílik, vagy legalábbis a múltkor 6-kor. A múltkor 6-kor nyílt meg. És most nem fogom elkövetni azt a hibát, hogy 6-tól stream van, hanem előbb letöltjük, srácok. És utána elindítom a streamet. Igen. Szóval 4-7 körül fogok elindítani. Igen, 6 körül, ha itt vagytok a chatben, akkor majd úgy látjátok, hogy mi a helyzet. Ja. Úgy nagyjából, de az a lényeg, hogy a South Park-nak 6-kor vége lesz. 6 körül vége lesz, és utána Jani majd, ahogy elérhető, streameli a Life is Strange Before the Storm következő epizódját. Így van. Azt mondja, Nessai tényleg 6. Na, zsír, Nessai. Igen.
A magyar youtuberek ellen nem készülhetne ilyen fúrós merénylet igazából, mert ugye a magyar youtuberek mind ilyen villában laknak, ahol nincs szomszéd. Hogyne, hogyne. Csak mi nem. Egyébként mi is ott lakunk, csak kiadtuk a embernek, hogy rakjon fel ilyen képet. Csak viccelek, csak viccelek. Nem lesz letöltés kommentálás ma. Nem úgy, mint a múltkor. Folytatódik a Kappa Pride erdőgyújtogató lány története. Így van. Így az van. Lesz a legjobb a világom. Érdekes. Én eldöntöttem, hogy végig szopatni fogom azt a csajt az egész végigjátszás alatt. Ez egy nagyon érdekes hangzott. Elszólás, tudom, János. Hogy furcsa, de az, hogy ez duplán nem működhet. Egyrészt egy játékbeli karakter, másrészt pedig hát a másik nemhez vonzódik. Úgyhogy hát, nem. Na mindegy. Ez van. Az volna, ez jó! Hát ezt... A Scornról tegnap beszéltünk egyébként. Azóta is mindenki scornozik. Tegnap belenéztünk a gameplaybe, és utána meg is kaptuk, hogy mi a fasznak nézegetjük a gameplayt, mikor a többi youtuber már rég játszott a demóval. Úgyhogy nem tudom, valami van a Scornnal, Jani, amit mindenkit érdekel. Ma vagy 5-1-ére látom. Scorn. De onnan tegnap beszéltünk róla, és hát kínos volt megtudni, hogy elég gáz, hogy beszélünk róla, mert más már játszott is vele. Szóval ennyi a Scorn. Szóval Razdál, sziasztok, srácok! Van valami tippetek, mit csinálják a szomszéddal? Állandó pufázás lehet hallani, és így nem tudok fúrni, Kappa. Szóval Razdál, nice! Ez szép. Nice. Cooking, köszönöm a 4 hónapot. Egyébként érdekesnek néz ki a Scorn, reméljük elkészül. Reméljük. Robert Kovács, nagyon szépen köszi. Megmaradt az utókornak. Infamous M, ez mi ez? Hát ez kurva jó, bazzeg! Ez kurva nagy! Ezt most rögtön. Indul a Jani takarítás csatorna, srácok, hamarosan. Ezt most meg fogom mutatni, bazd meg. Hát ez zseniális. Várjál, Jani, ezt elküldöm neked, és úgy fogom megnézni. Jó, küldöm. Mondtam már, hogy a Facebook egy szar, és csak az öregek használják? Köszönöm. Meg én. Ez a Ctrl-V ma nem annyira Ctrl-V. Yes. Egyik képről a másikra. Takarító stream, úgy van, jí, indul. Egy csomó poros dolgot össze fogok gyűjteni, és így egy streambe így letörölgetem őket. És közben lágy pornózene szól. Ez nagyon nagy. Yes? Így. Úgy Mike Weiss, nekem is ez jutott eszembe. Hát, hogy mondjam, egész naturálisan illeszkedik a nyakad. Oda, amúgy tehát, tök jó. Vicces, érdekes. Na, nem mindegy. Tegnap is készült egy remek, csak már nem emlékszem, igen, hogy szóval igen, volt, igen, de igen. Az is jó volt. Ott ilyen francia takarító lány ruhában voltál. Igen. Jó, az a tanka. Hát igen. Kellene egy 18-as karika a streamre? Van. Ami nem karika, hanem amikor belépsz a csatornára, akkor el kell fogadnod, hogy felnőtt tartalom lehet a csatornán. Ezt beraktuk, mert igazából egy kattintás az egész, olyan nagyon nem zavar senkit, de mégis egy jelzésértékű dolog, hogy amúgy nem kellene ezt nézned, hanem vagy 18. Ja. Illetve van, mivel takarózunk. Ezt mutogatjátok a gyerekeknek? Ott az a kis cucc. Ott a gomb. Ez van. Úgyhogy ok az ivásra. Úgy olvassák el, és instant a gombra nyomnak. Tudom rá azt, de nekünk fontos, hogy az ott van. És
És nem lehet perelni. Így van szabad, hogy cikkben nem tudom, mire perelnének. Habár itt az emberek már olyan dolgokat mondanak, hogy bepereljük a YouTube megsértéséért. Szóban vulgárisan illette. Igen. Hát ez jaj, ilyen... tényleg Pisti, erről nem is beszéltünk még. Miről? Mi a baj? A tegnapi izé, amit írtam. A chatben, nem olvastad azt? Még tegnap este? Nem tudom, miről van szó. Tegnap este, srácok, úgy döntött a YouTube, hogy az Invictus Games-es munkahőse videónk nem family friendly. Most ez halál komoly. Tegnap este óta nem family friendly az a videó. Kész! Ez egy akkora egy rakás szar, hogy beszarsz! Ilyen nincs a világon, srácok! Ami igazából, érted, most minket nem érdekel, az érdekel, hogy megnézzétek a videót, és klassz, ha tetszik nektek, vagy valakin segít, szarok rá, hogy monetizálható vagy nem. Persze, persze, de nem, de a tartalom, most én arról de, beszélek, hogy... De mi baj van vele, bazd meg! Nem értem. Egyszerűen nem értem. Nem is értem. De még ráadásul játékbevágások, azok gondolkoztam, azok is olyanok, hogy autók mennek. De könyörgöm, autós meg mobil játékokat csináltak, hát ezek semmi nincs benne. Egyszer nem értem. Nem tudom. Egyébként azt vágod, hogy most emlékeztek, beszéltem erről, amikor a Casey Neistat-es téma volt. Most megint láttam azt a videót. Amikor leült a beszélgetni azzal az elnökkel. Igen, azt is. Azt is letolta. Hát egy fos az egész, igazság szerint. Mindenki tudja, hogy egy fos az egész, csak a YouTube szarik rá. Igen, vicces, hogy még rá is szarnak. De tényleg leszarják amúgy, hogy mi van. Hogy semmit nem reagáltam be azokat, hány hónapja van már ez? 2 hónapja? Hát, mert több. Nagyon fos, tényleg. És higgyétek el, esküszöm nem az zavar, hogy most demonetizálták, le se szarom. Most őszintén mondom. Hanem inkább az, hogy most miért? A miértje zavar? Érdekes. Tehát ez így nem teljesen jó. Most gondoljatok abba bele, hogy ha tényleg az elvi részét nézzük, ami a célja ennek az egésznek. Igen. Hogy az emberek csak family friendly contentet lássanak. Ha bekapcsolod a family friendly szűrőt, akkor te nem fogsz soha rátalálni egy ilyen videóra, ami lehet, hogy amúgy számodra érdekes lenne. Ja. Úgyhogy nincs benne semmi olyan, ami miatt a szűrőn kívül esik. Fura. Sőt, MKBHD csinált egy Q&A videót, Hogy a tech videókat, bazd meg, demonetizálják, amiben, értitek, se csúnya szó, se semmi, mutatnak egy telefont. Így. És nem family friendly, bazd meg. Na mindegy, nagy bajé lesz ebből, de nem számít. Nem lesz ebből balhé, igazság szerint, csak mindenki el fog pártolni. Én alig várom, hogy megjelenjen az új YouTube, úgymond. Ami nem tudom mi lesz, lehet a Facebook lesz az. Az lesz. De amúgy abban sem vagyok már teljesen biztos, mert ott is hallottam, hogy mindenféle szarságot be akarnak vezetni. Be is fognak, de az lesz. Szerintem az lesz a következő YouTube, a Facebook. Ez biztos. 100%. Lehet. 100%. Én legalábbis... Én biztos vagyok benne. Lehet. Én örülnék, hogyha megbasznál ezt a szar YouTube-ot, az egész fosodék. Mondom, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne. Ugye, ebben az évben ugye a videós tartalom mennyisége iszonyatos módon megnőtt a Facebookon, ja. Illetőleg a game streamek száma is igen magas. Ja, tehát Facebookon mennek rendesen a game streamek. A game live streamek mennek, sőt, tehát ugye a Blizzardban például onnan. Mindig, benne van. Nagyon-nagyon-nagyon csúnyán. Tudom, a Good Day, láttam. Úgyhogy szinte teljesen biztos. Hogy baszeg visszakozzuk vissza az üvőben. Szóval, ja, érdekes lesz. Hát, hogyha ez a YouTube-nak jó, megmondták, hogy ők egy új Netflix akarnak lenni, akkor legyenek azok, a faszt érdekli egyébként. Vagy akkor, de nem, na, borzasztó komolyan. Igen. Hevex, mi a véleményetek az LTT-ig Floatplane projektjéről? Szerintem nagyon érdekes a próbálkozás, meglátjuk, mit tudnak kezdeni. Én ezt nem tudom mi. Nem láttam. Még... Én hallottam a nevét, de nem tudom, mit jelent az. Floatplane Club.
Aha, ilyen előfizetéses forum rendszer. Forum membership. DRM-free downloads for members, high quality streaming, ad-free service, dedicated website. Na várj egy kicsit. Tehát a Linus Tech Tips csinálja ezt a float plane-t, aminek az a lényege, hogy lesz egy honlapjuk, ahol saját videószolgáltatásuk lesz, és ott külön lehet megnézni majd a videóikat, mondjuk hamarabb? Gondolom. Jaj, gondolom. Hogyha előfizetsz ott, tehát ilyen, tehát subscribe-olni lehet egy bizonyos fórumra, ahol hamarabb lehet látni jobb minőségben a videóikat, mint a YouTube-on. Ez lenne az? Szerintem igen. Milyen érdekes? Ez egy nagyon jó koncepció egyébként. Felfasznyi a jepp. Ha! Ez érdekes. Ez egy jó koncepció. Koncepció. Meglátjuk. Meglátjuk, mit kezdenek vele, de érdekes. A Linus Tech Tips egyébként, ők csináltak már ilyet. Igen, a... mi volt az a neve? Valami V betűs, nem? Nem emlékszem. Ó, basszus, mindegy. Volt egy olyan szolgáltatás, ahol, ami gyakorlatilag ugyanez volt. Feliratkoztál, egy előfizettél egész pontosan egy csatornára, és akkor egy héttel vagy pár nappal hamarabb láthattál egy videót, mint bárki más. Igen, de azt mondja a HFX, hogy ez nem az övék, hanem ez egy platform. Tehát megint egy új platform. Akkor ez egy új olyan, ami, ne, aminé nem jut eszünk be a neve. Ó, értem. Érdekes. 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 Vessel! Igen, 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 igen. A Vessel. Jaj, Vessel az volt, igen. Az volt. Igen, igen, igen. És a Vessel-t megvette a Verizon, és megölték. Igen. Igen, 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 igen. És azért nem tudták folytatni Vessel-ön Linus-ék ezt. Úgyhogy úgy néz ki, hogy találtak egy másikat. Ja. Na mindjárt megnézem én ezt a floatplane-t. Megnézem én is ezt a floatplane-t. Már nincs tartalom, szóval felesleges. Mondjuk igaz, tényleg nincs tartalom. Bassza meg, minek nézzük. És mi lenne, hogyha csak ott lenne most már videó, egy ilyen új rendszeren? Ó, adjad már. Siják összépen a két hónapot, közös rácok, na! Befejezzük a live-ot, túlhúzódott, borzasztó lett, stb. Sok dolgunk van már a kettőtől South Park, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma reggel. Így van. És tényleg töredelmes elnézéseteket kérjük emiatt a fúrás miatt. Még ilyen nem volt, várható volt, hogy egyszer valaki pont ilyenkor találjukra. Ez van. De ez van. Úgyhogy még egyszer bocsi miatta. Szeretném, hogyha egy fúrás hanggal végeznénk, de sajnos erre van szó. Ugye kettőkor találkozunk, visszafejelünk a South Parkba, már alig várom. Kíváncsi vagyok, mi következik és hogyan. Addig is legyetek jók. Meg minden. Legközelebb találkozunk. Úgy. Kettőkor. Szevasztok. Sziasztok.